Köszöntöm a társalgó nézőit! Mai vendégünk dr. Dósa Nikolett, Senior Eagle Manager. Szia, üdvözöllek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, én köszönöm, hogy itt lehetek. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy ugye te orvos vagy, és így kerültél kapcsolatba már a céggel, a termékekkel. Ki volt az, aki először megkeresett, illetve akkor hogy viszonyultál ehhez, mint orvos, hogy mennyire fogadtad ezt el így elsőre? Dr. Nagy Attila és Nagy Gabi voltak azok, akik megkerestek minket, ők egyetemista társaink voltak. De 8 hónapig nem ötmondtunk. Azért a többes szám, mert ugye a férjeddel együtt kerestek meg titeket. Igen. De 8 hónapig nemet mondtunk, és egy rendezvényt sem voltunk hajlandóak meghallgatni, tehát így kezdődött a történet. Én addig gyesen voltam a 3 pici gyerekkel éppen, és azt gondoltuk, hogy nekünk ilyet biztos, hogy nem hozhat az életet, mi sem nem vagyunk kereskedők, sem nem tudunk időt szakítani, se pénzünk nincs ilyen termékre, úgyhogy hagyjanak minket békén, de végül ez lett a fő foglalkozásom. De akkor mi volt az, ami meggyőzött? Tehát elkezdtetek azért használni termékeket, és láttad, hogy azért ezeknek jó hatásuk van, és ez volt az első lépcsőfok, ami által elfogadtátok végül is? A férjem hazahozott 3 gélt kölcsönből. Eléggé haragudtam rá, ezt azért meg kell mondani. Erre költeni. Igen. És mivel a Naturt a 3 gyerek nem volt hajlandó meginni, ezért, hogy ne öntsük a csapba, mi ittuk meg, és észrevettem, hogy több az energiám, kíváncsivá tett. Következő rendezvényen már én is ott voltam, nem nagyon hittem az egészet, de utána néztem, és akkor onnan a rendezvényről hazafele menet döntöttük el, hogy felépítjük ezt a vállalkozást. Az orvostársaid, a kollégáid mit szóltak? Mert ugye azért hallottunk már olyan történeteket, hogy így komoly fenntartással kezelték ezt, hogy egy orvos úgymond beadja a derekát. Elég érdekes, mert én pont a gyesről visszamentem kezdő orvosnak dolgozni, és párhuzamosan akkor álltunk neki ezt a vállalkozást építeni. Úgyhogy ott a főnökömmel rögtön közöltem, hogy én ilyen gyógynövényeket szeretek mostanában, és kategorikusan megtiltotta nekem, hogy egyetlen betegnek is szóljak erről. Tehát én ott a munkám kapcsán egyáltalán nem használhattam a közben megszerzett tapasztalatokat. Volt esetleg olyan beteg, aki ekkor keresett fel, és nem tudtál, vagy a hagyományos módon nem tudtál neki segíteni, de akkor megbeszéltetek esetleg ilyen nem hivatalos úton, hogy... Honnan érzel rá ilyen? Hát, kitalálta. Az igazság, hogy összesen egy darab beteg volt, akinek a lába szárán olyan történés volt, most nem akarok belemenni, ami miatt komoly etikai problémám lett, hogy én tudom, hogy tudnék rajta segíteni, de nem szabad. És neki ajánlottam fel, hogy jöjjön el egy ilyen előadásra, hallgassa meg, és majd akkor azt mondta, hogy nem megy sehova. Ha én azt mondom neki, hogy valami neki jó, akkor azt adjam oda. És adtam neki egy kis fiolában first-öt, hogyha szabad ezt így mondani. Az FLPTV-ben szerintem igen. És az a helyzet, hogy ő másnap felhívott engem, és azt mondta, hogy milyen orvos vagyok én, hogy hagytam 4 napig szenvedni, mert egy nap alatt begyógyult a sebe otthon azzal, amit én adtam. Hú, azért ezen akkor ez nagyon durva volt. Ez igen, de ez elég sok tényezős az, hogy én ott hagytam a kórházat, de ez is közrejátszott, hogy amikor már én tudom, hogy segíthetek, akkor hadd segítsek úgy, ahogy meggyőződésből teszem. Miután akkor befejezted az aktív praktizálást, és úgymond már csak a Forever berkein belül gyógyítasz, illetőleg segítesz az embereknek, mondjuk akkor igen. Inkább ezt. Utána így könnyebb volt orvosokat esetleg bevonzani az üzletedbe, mert hány orvos kollega van, tehát hogy kicsit sikerült-e neked is orvosként ezt feloldani, ezt a tartást, meg ugye neked is először megtiltották, hogy erről nem is beszélhetsz. Furcsa ez. Többször végignéztem már, hogy a hozzám közvetlenül regisztráltak között nagyon sok DR kezdetű van. Üzletet igazából csak egy épített közülük. Nagyon sok olyan orvos van, aki használja otthon a terméket, és a gyerekeit megfázásból mondjuk ezzel hozza ki, de nem meri ajánlani. Nagyon nehezen vállalják fel azt, hogy másoknak is ezzel segítsenek. Érdekes dolog ez, de talán azért is, vagy nem tudom, én ehhez nem ragaszkodom. Én például abszolút nem szeretem, hogyha hoznak hozzám zárójelentéseket, diagnózisokat, egyebeket. Én ezt leszoktam úgy kopintani magamról, úgy vagy pattintani, hogy egészségesnek a megelőzésére törekedjünk.
Nem, nagyon-nagyon nem szeretem azt, amikor úgy akarják ajánlani, vagy használni a termékeket, hogy gyógyítsanak vele. Nem, mert hogy a betegségek megelőzésére, tehát az egészség megőrzésére törekedjünk. Össze-vissza beszéltem, nem, lehet. Nem, a lényegben, tehát hogy a prevenciót hangsúlyozott, hogy az nagyon fontos. Így van. A rövid távú céljaid között most mik szerepelnek? Ugye tavaly sikerült a Senior Iglu Manager minősítést. Lassan az újabb minősülési periódusnak is vége van, úgyhogy ezt mindenféleképpen meg kell csinálni. Anélkül nem múlhat el az április. Akkor nyilván ez alapján ugye a londoni minősülés is sikerült. Megvan az is, igen. A soaring szintről, nem tudom, beszélhetünk-e, hogy esetleg ez mennyire rövid vagy hosszú távú cél, vagy hogy mikorra van betervezve, mikorra mondjuk szeretnék. Úgy, hogy a küszöbön áll. A küszöbön áll? Igen. Az sokáig azt hittem, hogy nem úgy lehet soaringnak lenni, hogy én döntöm el, hanem majd, ha valaki megérik rá, és most meg már tudom, érzem, hogy én most már eldöntöttem, úgyhogy most már ebben az évben biztos, hogy meg lesz. Mondtad, hogy a gyerekeid már azért elég nagyok, nem tudom, hogy erről beszélhetünk, hogy ők mennyi idősek, illetőleg, hogy ők hogy viszonyulnak ahhoz, amivel te foglalkozol, hogy szeretnék ők is ezt a tevékenységet, tehát hálózatépítőként dolgozni és segíteni az embereknek, vagy most még más tanulnak, mással foglalkoznak, hogy ők hogy viszonyulnak ehhez? Persze, hogy beszélhetünk a gyerekeimről, róluk beszélhetünk igazán. Ők most már 17-18-20 évesek, és teljesen belenőttek ebbe. Tehát nekik annyira természetes, hogy ezeket a termékeket használjuk otthon kívülről, belülről, mindenre, hogy ez nekik tényleg az életük része. A környezetükben ajángatják is. Hát az az igazság, hogy a Tomi fiam, ő el is kezdte az üzletet, aztán egy kicsit megtorpant, most mások lettek a prioritások, de én őket sem nyomom erre rá, éppen úgy, mint ahogy a csapatban sem senki. Tehát akinek van kedve, az csinálja, akinek nincs kedve, az meg, ha erőltetik, sem fogja ezt a fajtát munkát végezni. Úgyhogy én igazából igyekszem mutatni nekik a példát, ha tetszik, nekik követik, hogyha nem, akkor nem, majd kiderül. Magán a termékeken, és ugye a jövedelmező lehetőségen túl, mi az, ami neked fontos ebbe az üzletbe? Tehát például a személyiségfejlődés, mennyire volt fontos, vagy nem tudom régebben, hogy emberekkel esetleg kiállni és prezentációt tartani, az ment-e, hogy ment-e? Tehát hogy ezen a téren hogy érzed, hogy mennyit fejlődtél az elmúlt években? A furcsa saját fejlődésemről beszélni. Én inkább azt érzem, hogy mennyi mindenben kell még fejlődni. Beszélni emberek előtt azt nagyon-nagyon nem tudtam. Most majdnem az az egyik legélvezetesebb dolog az egészben, amikor másoknak átadhatok valamit, amivel úgy érzem, hogy több lehet az életük. És szerintem az egész Forever a termékek jóságán kívül pontosan azt adja az embereknek, hogy többé, teljesebbé, jobbá tudják tenni az életüket, és a személyiségfejlődés alapon működik csak. Aztán, hogy ez kinek milyen gyorsan megy végbe, ez nyilván a saját története, de én ezt élvezem legjobban, amikor látom, hogy kinyílik egy ember, amikor az önbizalma megnő, amikor elkezd hinni a saját jövőjében, a saját képességeiben. És van egy olyan érzésem, hogy a pontértékek azok csak ennek a mércéi. Mm. És mindenki úgy tud fejlődni pontokban ebben az üzletben, ahogy előtte felnőtt a személyisége ahhoz a feladathoz, amit neki megoldandó éppen abban az élethelyzetben. Ez nyilván gondolom fontosak a rendezvények is. Hogyne. Nem tudom, hogy ezeken... De mennyire kapacitálod például a csoportodba, vagy vannak esetleg nektek saját kisebb előadások, rendezvények, vagy inkább az országos rendezvényeket használjátok ti is elsősorban? Heti meetingünk van, ahol aki akar, az ott van, és természetesen a kemény mag mindig ott van, és az összes országos rendezvényen igyekszünk ott lenni. Hál' Istennek nem kötelezők ezek, de ennek a látogatottságából is látszik, hogy ki mennyire veszi komolyan magát és az üzletet, vagy az üzletben saját magát. Nekem többször mondták már, hogy ezek agymosások. És én hiszem is, hogy ez agymosás. A szó jó értelmében, mert csak tiszta fejjel lehet jól gondolkodni. Tehát szükségünk van arra, hogy olyan gondolatok épüljenek be, amin aztán tovább lehet lépni, kisöpörve a sok negativitást, amit kapunk a külvilágból. Mindenféleképpen nagyon nagy szükség van a rendezvényekre, és örülök, hogy ilyen rendezvényeink vannak. Tehát bátran és szívesen hívom és viszem az embereket azokra, amiket a Forever szervez, vagy akár a felső vonalunk szervez, mert csak jót kaphatnak belőle, és az jó.
Többször hallottuk azt már, hogy emberek nem mernek esetleg úgymond felfelé szponzorálni, vagy hogy olyan embereket megszólítani, akik nagyobb vállalkozók esetleg, vagy jómódúbbak, hanem picit így a saját közvetlen környezetéből keresnek. Nem tudom, hogy ezen a téren te hogy állsz, hogy volt-e ez bátorságod régében, vagy ez is fejlődni kellett, vagy esetleg volt-e ilyen megkeresésekből sikeres üzletpartnerek is? Mindenféleképpen nekem is fejlődni valóm van még ezen a téren, mint ahogy szerintem ez egy általános dolog, probléma. Mindenki könnyebben szólítja meg azokat, akire eleve nagyobb hatása van, és esetleg csak terméket akar eladni olyannak, akinek úgy gondolja, hogy van rá pénze. Pedig hát ez ugye nem így kéne, hogy működjön. Én hiszem azt, hogy akinek az előző életéből van pénze, mert sikeres valamiben, annak vannak meg a sikerradarjai, és nekünk mernünk kell tudni nekik felajánlani ezt az üzleti lehetőséget. Talán az ő életük is könnyebb lesz ezzel. Saját csoportmeetingeiteken neked könnyebb, vagy a te részed általában a termékeket bemutatni szakmádból adódóan, vagy esetleg a marketing tervet is ugyanolyan elánnal tudod képviselni, vagy erre megvannak? Nem ugyanolyan elánnal, hanem sokkal jobban. Igen? Én hosszú évek óta inkább azt az elvet képviselem, hogy a termékes részt direkt átadom másoknak, olyanoknak, akik laikusok, hogy a saját tapasztalataikról beszéljenek egészségesként, hogy az új vendégek ne azt lássák, hogy itt az orvos tud beszélni a termékekről. Tehát nagyon, akkor gondolsz, nagyon ritka az, hogy én hitelesebb beszélek. Is egy új érdeklődő. Szerintem igen. Tehát én a másolhatóság híve vagyok, engem igazából az üzleti rész mozgat meg. Ha mellettem a postán várakozás közben panaszkodni kezdenek, hogy itt fáj, ott fáj, ott fáj, nekem nem jut eszembe, hogy hogyan tudnék piros krémet ajánlani, vagy valami. Egy, nem, tehát én ezt nem, de a kisasszonynak, aki elveszi a csekket. És a pénzt. Igen. Ő neki, ha mosolygós, akkor megajánlom az üzletet, hogy megfizetik-e itt rendesen. Tehát ez sokkal jobban rááll nekem erre az agyam. És én azt látom, hogy a csapatban is, hát mondjuk én osztom ott a feladatokat, de inkább így osztom ki, hogy sokszor, aki tényleg csak laikus és felhasználó, ő beszéljen a termékről, és beszélek én a marketingről vagy az üzletről, pontszámolásról, ilyenekről. Az üzleted nagy részt abszolút Budapesten zajlik, tehát a legtöbb üzlettársad az budapesti, vagy esetleg vannak vidéken is, és akkor nem tudom, hogy oszlik meg, hogy szoktatok itt Pesten találkozni, vagy azért szoktál így az országba is utazni, bár a gyerekek mellett lehet, hogy ez kicsit nehézkesebb. Én szolnoki vagyok. Szolnoki. Én szolnoki vagyok, nekem nem nagyon van Pesten üzletem, és pont most, ahogy itt vezettem ide, úgy pont megállapítottam, hogy nem is nagyon szeretném. Van több városban is, és az ország határon is egy kicsit túlnyúlik, de igazából csak fogyasztók vannak messzebb. Szolnoki központtal dolgozunk, és az azt körülvevő jó néhány városban vannak kisebb, úgymond, központjaink. Tehát a Pestről régiót, rendezvények. Azt a régiót fedítettünk. Igen, amit úgy viszonylag könnyebben. Én lehet, hogy ott egy Szolnokról Ceglédre hamarabb átutazom, mint itt az egyik utcából a másikba, úgyhogy én nem irigylem a pestieket ilyen szempontból. Hát nyilván megvan mindennek az előnye, meg a hátránya. Persze. És akkor itt csoportosan szoktatok jönni a sikernapokra, vagy a gyémántképzésekre, akkor picit így összeáll a csapat? Igen, szépen beosztjuk. Melyik kocsiba hányan ülnek, hányan férnek. A múltkor én szerintem körülbelül 75-en voltunk. Az igen. A saját csapaton belül esetleg ilyen úgymond házi ösztönzőket szoktatok-e alkalmazni, hogy nem tudom, 4 pontos vacsi, vagy hogyha valaki elér egy szintet, vagy arra készül, akkor egyéb, vagy bármilyen, nem tudom, van-e olyan ötlet, amit még lehet, hogy még nem hallottunk? Sokféle van, és az időről időre változik. Van olyan, hogy a menedzseri csapatokban külön van kiírás, egyikre vonatkozik, másikra nem. Rendet tartunk ebben. Az a lényege mindig, hogy amikor van annak valami értelme, valami ösztönző ereje, akkor még jobban megsegítsük a munkát. Mert az az igazság, hogy mostanában én azt látom, hogy a cég olyan sokféle és minőségi ösztönzővel áll elő, hogyha csak kifejezetten erre dolgoznánk, már akkor is mindenkinek megérni. De persze, elismerjük a 4 pontosokat, van csapathoz tartozást jelző póló, amit csak úgy lehet nyerni, kapni, érdemelni, hogy az első 4 pontra. Régebben külön oktatásra gyűltünk össze a 4 pontosokkal, most külön szórakozásra gyűlünk össze, hogy egy kicsit a csapatot is építsük. Én úgy látom, hogy ez elég élvezetesre szokott sikerülni.
Londonba, a ti csapatotokból sokan minősültek, vagy vannak, akik nem minősültek ugyan, de ott lesznek saját... Minősültek is vannak, 2-3-4 kódszám, de 17-en leszünk ott a rallyn. Én bízom a cégben, hogy mivel a repülőjegyeket megvettük, megkapjuk majd a belépőjegyeket is. Biztos, hogy a cég segít ebben. Igen. Gondolom, Opátia is egy külön állomás, vagy nektek is egy komoly ösztönző a ti csapatotoknál. Ugye tavalyhoz képest az opátiai kiírás is azért változott. Bővült, igen. Így van, így van. Az új embereket ez külön szerinted mennyire fogja meg, akit esetleg mondjuk... Én azt látom, hogy nagyon. Nagyon? Tehát egy komoly fegyvert. Legalábbis most, igen, hál' Istennek, hogy januárban újra elindult ez az opátiai kiírás. Én többeket állítottam rá, volt, aki kifejezetten ugye azért csinálta meg a 4 pontját, és én nagyon sokat is várok ettől az első 4 hónaptól. Látni fogja mindenki, hogy a Niki Teamben mekkora pontemelkedés lesz, hiszen rengetegen akarnak tőlünk most opátiába menni. Igazi nagy erő gyülekezik a csapatban, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Azon kívül, hogy bővül a csapat, ugye a szóring szint kitűzve, mi az, amit még te ugye az életedbe, akár ilyen személyes cél, akár a közeljövőbe, vagy akár a távolba itt szeretnél elérni? Most így, hogy rákérdez egy személyes, most olyan jutott eszembe, hogy például én soha életemben nem sportoltam. Én egy éve kezdtem el futni, úszni, járni, ilyenek, nem tudom, hogy milyen indítottából, de úgy hirtelen úgy rám jött. És gondoltam, hogy a megmérettetést és a versenyt azt szeretem. Idén le akarom futni a félmaratont. Ó, az igen. Akkor ebben az most már, hogy ezt itt is kimondtam, most már muszáj lesz. Kimondott szó ereje. De az igen. Jó, mert akkor ugye itt is sok olyan termék van a cég palettáján, ami ebbe is tud segíteni, ugye a lendületes életmódba és a sportolásba. Például mi az, amit ehhez mondjuk kiemelnél, vagy kifejezetten most, hogy elkezdtél futni és készülsz a félmaratonra, amit esetleg eddig mondjuk nem annyira használtál terméket, de mondjuk most direkt azért beépítetted az életedbe. Én nagyon sok, ugye a gélt azt sok-sok éve folyamatosan néztük, de egy éve inkább a Freedomot szoktam választani. Uh-huh. Azért nem vagyok már 20 éves, védeni kell a térdemet, tehát ez egy olyan alap, ami megváltozott. A többit azt kifejezetten nem, hiszen használunk mindent, uh-huh. Tehát nem kell külön odafigyelni, mert gondolom, hogy amikor jön a nagyobb terhelés, akkor azért az adagokon emelni fogok. És ennek egyébként így egyedül vágtál neki, vagy esetleg akár üzlettársaidban, ezt így abszolút igen. Egyedül? Ó, ez igen. Ez nagy, nagy bátorság, meg nagy cél. Majd meglátjuk. Esetleg ugye a sportterén például a gyerekek, ők nem kaptak kedvet, vagy azt mondták, hogy... Változó, egyik őjük csinálja, másik nem. Én engedek mindenkit szabadjára az útján. Például ugye a gyerekek, vagy a gyerekeid révén ugye egy másik közeg is ugye azért elérhető, ugye akár az ők osztálytársai, ismerősei, hogy például hogy érzed, hogy ma a fiatalok mennyire fogékonyak erre az üzletre, vagy mennyire tudsz hozzájuk szólni, mondjuk akár egy 18 éveshez, 19 éveshez, hogy ők ebből mit szűrnek le? Nagyon fogékonyak. A csajok a kozmetikát nagyon imádják. Az üzleti lehetőség abszolút közel áll hozzájuk, nagyon könnyen rámozdulnak, nincsenek bennük azok a gátok, amik bennünk vannak, félelmek, nem tudom, nincsenek beléjük táplálva, vagy nem tudom. Ami a probléma szokott lenni, hogy ezek a 18-20 éves gyerekek még tanulnak, és ők maguk, meg az ismerőseik nem fizetőképesek. Anyáikat kellene meggyőzni arról, hogy támogassák őket, és ez már annyira áttételes dolog, hogy erre külön módszerek kellenek. Tehát hiába ég a tűz abban a fiatal szemben, valahogy a már félelmekkel teli szülőket is meg kell győzni arról, hogy jó helyen vannak. Bár mondjuk azért ez egy plusz motiváció, hogy pont azért, hogy mivel még nincs megfelelő anyagi háttere, hogy akkor ezt meg tudja teremteni. Hát igen, csak az ismerősei, akiket elhív, ő pontosan ugyanígy uh-huh. van, tehát két lépcsős a folyamat, na, így mondom, ez a tapasztalatom. Nyitottak, akarnak, vágyaik vannak, tudják már, hogy maguknak kell megteremteni ehhez a feltételeket. Itt a lehetőség előttük. Ugye említetted most a kozmetikát is, a kozmetikumokat. A ti üzleteteken belül a Sonja Flawless, ami ugye most nemrégiben meg is újult,
Hogy látod, hogy mekkora százalékot fed le? Tehát ez az üzlet az üzletben úgymond, ez mindig picit, ugye azt szokták mondani, hogy picit olyan mostohán bánunk vele, nincs akkora fókusz rajta, mint a táplálékkiegészítőkön, hogy ezen a téren láttál változás mostanában az üzletetekben? Igen, amikor nézem a dobozokat a rendelt termékekkel, akkor nagyon szépen látszik, hogy az arányok változtak. Mi a csapatban nagyon sok kozmetikai partit tartunk, ami talán egy kifejezetten jó behívó eszköz. Tehát sokszor fordul elő az, hogy nem... Tehát elhívjuk a kozmetikára, nagyon-nagyon tetszik nekik, egy krémet, vagy egy, nem tudom, egy szemlánckrém, valamit vesz, de igazából a végén megkérdezi, mert ott a bemutatóteremben mindenféle más is ki van állítva, hogy és mi van az ízületre, és mi van erre, és mi van arra. Tehát mi hívjuk kozmetikára az embereket, ott megtapasztalják a bőrükön a minőséget, hogy ez tényleg jó, és onnantól könnyebben elhiszik azt, hogy az egészségükön is ugyanilyen minőségben tudunk változtatni. Úgyhogy mi erre használjuk alapvetően. De hál' Istennek a rengeteg személyhigiénés termék fogy a csapatban. Az alapozót imádják, a fogyasztók is. Tehát igen, használjuk. Tehát akkor ebbe is komoly potenciál van, és adott esetben igen, még rengeteg. A másik termékcsoportokat is meg tudja segíteni. Rengeteg, és ez főleg olyan, amit például most szombaton volt a pár nappal ezelőtt az egyik házi partin, hogy ugyan étrendkiegészítőkről beszéltünk éppen, de valahogy szóba került ez a kozmetikum dolog, és csak benyúltam a táskámba, hogy tessék, itt van, próbált ki, kiszaladt a fürdőszoba. Tehát ez olyan, amit az emberek a nők maguknál hordanak, azonnali próba lehetőség, rögtön le tudja tesztelni, tényleg jó. És nem kell 30 évig szedni valami ásványanyagot, hogy rájöjjünk, hogy most akkor lecsontritkulásunk, vagy nem. Azonnal rögtön látszik a pozitív eredményeket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok szép sikert kívánok az életben. Köszönöm üzletileg szépen. Is. Köszönöm én is. Nézőinknek is köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!